Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy újabb, ilyen régi telbé bemutató vlog videó lesz, ilyen már úgyis régen volt. Ez pedig a legújabb szerzeményem, amit vettem. Viszont az vettek, ez egy 4 terabájtos Western Digital Vinyó. Ott van a típusa is, valakit nagyon érdekel. Vagy ott a vonalkód, azt akár egy telefonnal itt a QR kódot le is olvashatja, hát benne van minden. Ez pedig egy ilyen Made in China című USB-s SATA vinyó adapter. Ez már régebb óta megvan, de most ugye ezzel próbáltam ki, ameddig nem szereltem be. Csak leteszteltem, hogy működik-e. De most már rendesen be fogom rakni a helyére. Meg a számítógépem oda fog bekerülni. Viszont sajnos ilyen külön hely nem volt neki, ezért kellett hozzá vegyek egy ilyet, ezért is nem szereltem be már múlt héten. Ez egy egyszerű kis átalakító, amivel ide be tudom szerelni erre az 5,25-ös helyre. Egyébként itt ebbe a másikba is ez a szilence, itt ez egy HDD hűtő. Hát ez egy ilyen passzív hűtést ad a most benne lévő 2 terás Hitachi vinyónak, ami ugye 7,5 éven hát ilyen működött benne, hát ami még most is működik, csak már betelt, már kezdtem kinőni, és nem tudok már hova pakolni. Ezért lecsaptam erre a 4 terásra, úgyhogy remélhetőleg ez is még 7-8 évig fog működni, ha nem is ebbe a gépbe, mert azt is tervezem lecserélni, de az új gépbe is majd ez fog majd működni, meg nyilván átteszem a másikat is, meg lesz benne egy új SSD is. Úgyhogy ha már gépcsere lesz, akkor már valami igazán jót veszek, csak hát ahhoz még össze kell gyűjteni a rávalót. Úgyhogy akkor kezdjük is el, éppen leszedeljük az oldalát. Igen, nehéz így, hogy én vagyok egyben a szerelő meg a kameraman is, de igyekszünk. Jó, tehát teszettük az oldallapját, ezt így félretesszük. Ja, igen, egyébként ide nem tudtam betenni, mert kéne hozzá valamilyen bővítősíny, vagy valami, mert ide pont nem fér be, pedig ott még jó helye is lenne. Mert nem akarom a teljes házat szétberhelni, úgyhogy ez ide fog menni. Úgyhogy akkor mindjárt visszatérünk. Akkor csak megmutatom ezt a kis egyszerű kis eszközt, és hát egyébként ez ennyi. Ez két ilyen kis fém darab. Ezért kb. 500 forintot kérnek el egy szántekboltba, hát ez most aztán kb. Annyiba is került. Meg jár hozzá pár ilyen pici csavar, ilyen mint ez itt. És ezzel lehet becsavarozni. És akkor csak itt annyi, hogy ezt így rá kell tenni egyik részét magára a vinyóra. A másik része pedig megy ide a gépház oldalába. Na itt is vagyok. Hát végül csak sikerült oda beszúszakolni, mert rájöttem, hogy van itt már egy olyan kártyolvasó, amelyik már 5 éve döglött, és eddig csak a helyet foglalta, hát most kiszereltem. Úgyhogy most ott lesz a vinyó. Hát látjuk, hogy a műfenéket ide van beszerelve, hát sok nem látszik belőle. Most már csak össze kell rakni a masinát. És reménykedni, hogy mindent jól csináltam, és működik. De majd azt is meg fogom mutatni, ha sikerült. És akkor a szerelés utolsó fázis, ahogy visszarakjuk az oldallapot. Most túl optimista vagyok, és most visszaszerelem egyébként, ezzel még lehetne várni. Na. Nem látszik semmi belőle, de jó. Na, állítunk az élességen, így már jó lesz. Egyébként ilyen nagyobb szereléseknél az oldallap visszahelyezésével lehet addig várni, ameddig visszakapcsolod, és rájössz, hogy minden működik. De most fő az optimizmus, és azt mondjuk, hogy azért jól összeraktam, és menni fog. Hát igen, az a kábel dzsumbúj. Ezt mindet vissza kell kötni a helyére, és menni fog. De majd meg fogom mutatni. Akkor jöhet az igazság pillanata, össze van rakva, és hoppá. Ez a minden szerelésnél kimarad egy-két csavar, ami egyébként nem hiányzik sehonnan. Jó, mondjuk 4 csavar még indokolt is, mert ugye azzal volt rögzítve eredetileg ez a BizBus itt, az a kis kártyolvasó, amelyik már régszal volt, egyébként azért használom azt az USB-set helyette. Na akkor ezzel, de indítsuk el. Igen, tehát beindul, az már félsik el, hogy beindul. Kupit azt ne nézzétek, mert
emiatt a spontán videó miatt nem takarítottam ki. Egyébként itt van a porszívó mellettem, mert hogyha már úgyis megbontottam a házat, akkor kicsapattam belőle a nagy gyakort. Na most levegős fél nincs itthon, mert egyébként azzal is neki kéne menni. Azt úgy gondoltam, hogy majd tavasszal, amikor nagy takarítok, de mindegy. Ja, ez pedig csak egy ilyen parkettavédő kis infólia. Egyébként, na igen, még, na még az porszívó, az még felszedem a porszívóval. Egyébként az IKEA-ba lehet ilyet venni. Én is ott vettem pár ezer forint, és ja, de jó, hogyha gurulós széket látod, akkor nem karcolja össze a parkettát. Ugye, ha már tavaly frissen meg lett csináltatva a parkett, akkor vigyázunk rá. Na, elindult a rendszer, és a lényeges nekünk az lesz, hogy lemezkezelés, és elméletileg látnia kell, hogy van egy új vinyó. Ott van. Hát ez most... Nem tudom, mit csinált ők, mert egyszer ezt már megformáztam egy egytelás teljes vinyóra. De ez volt az én lemezem, igen. Úgyhogy majd itt a körmére kell nézni, hogy mégis mit csinál, de a lemez működik, az a lényeg. Össze van szerelve a gép, és működik. Hát nem éppen a legjobban, de majd később összerakom rendesen. Hát ezt a házat már nagyon gyötörtem, és már kitört belőle egy-két dolog. Úgyhogy nem is éppen úgy működik, ahogy kéne, de hát reményeim szerint még idén le tudom cserélni. Majd akkor megcsinálom normálisan, egyenlőre mindegy, csak működjön. Ként a játszik, most indítottam el. És egyébként ott van benne a vinyó. Megkeresem ezt a műanyag takaró fóliát, és a műanyagot, ami ide való, aztán megcsinálom rendesen. Ugye, de most örüljünk, hogy megy. Mint hogy ez ennyi lett volna. Sziasztok!